Üdvözlök mindenkit, A vagyok. Srácok, mi gamerek egy kicsit fura arcok vagyunk, amilyen szinten bele tudjuk magunkat élni egy játékba, élvezni ezt a játékot. Így aztán, ha engedjétek meg, hogy megosszak veletek kettő emléket a crisis szal kapcsolatban. Most, hogy jön a Remastered, és mindenki erről beszél, nagy a hype körülött, és utána kifejteni van véleményemet, mit gondolok egy Remastered crisis ról Szóval az egyik Első ilyen öm, emlékem az az volt, hogy kiugrunk a repülővel, a nyitó küldetés, aki nem játszott a crysis majd fog, higgyétek el, legem majd fogtok játszani a crysis szal Kiugrunk ugye a repülőből, nyitó küldetésen, le törnyezünk a partra, aztán jön a nap felkeltel. Ha jól emlékszem, a Crysis volt az első, aki ilyen dinamikus időjárást hozott be a játékában, nem vagyok benne biztos, de ha jól emlékszem, ők voltak az Annyi mindenben voltak az első grafikai szinten, amit ma te manapság standardnek gondolsz a játékodban, és hogy benne Kell legyen, mert hogy standard feature a játékodban a Crysis volt ennek az úttörője a Cry engine nel Szóval ennyire uh, úttörője volt a játékoknak a Crysis. Szóval mely sétálunk a parton, éjszaka van, lesz egyik azt a pár így 8 FPS-sel. 8 -al. Igen, 8 FPS-sel akartam játszani ezt a játékot. Na hát, de, de, gamerek, ez van. Uh, aztán jön a napfelkeltes, így odafordítom az egerőt a naphoz, és így a gépen, mi ennyi volt. Így a, 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 gép teljes mértékben feladta a harcot. Szóval a restart gép, izé azt mondtam, ezt ez, ez, nem kapcsolhatom be többet azt a játék, de én me megeszi, mert éreztem, hogy a gépem nyekereg és füstöl. Szóval ennyire durva volt a Crysis. Annyira durva volt, hogy miért mé vált az, hogy el tudja-e futtatni a Crysis, But can it run Crysis. Tíz évvel később, 2007 után, tíz évvel később az emberek a crysis t tesztelték, hogy jó-e a gépük. Sőt, a mai gépek is bele fognak erőlködni a mai standardekkel egy 2K-val, egy 4K-val, full grafikán egy crysis garantálom neked. Felrakod most a Crysis-t a 2 k monitorodra, a GTX 1080-at, de jó, lehet a 2080 mal annyira nem durva, és fel maximumra a grafikánt, összefossa magát alatta a gép, mert 50-60 fps-nél nem fogsz tudni többet elérni. Durva volt a krázisz. nem azért, mert optimalizálatlan, hanem azért, mert olyan szintű mélységet vittek bele a grafikai minőségbe, ami mindent felülmúlt akkoriban, és ők voltak az első például, amelyik a tétség mélységet adtak a, a tárgyaknak, a játékban, sem nem tűnt ettől például az úton a macska kő, tényleg macska kőnek látszott, és nem egy lapos valaminek, hogyha így rázumoltál. Szóval nagyon durvan részletekig mentek a dologba. Annyira, hogy olyan pletykákat hallottam, hogy a Crysis-ban egy fűszálban 4 megabájtnyi adat van. Na most, aki játszott a crysis és tudja, hogy mennyi fűszál van a Battlefield játékban, és fűszállanként 4 megabájt adatot rejtettek bele, az végig gondolhatod, hogy milyen szintű élesség és grafikai minőséget adott a Crysis rombolhatóság. Egyszerűen elképesztő volt, minden darabéra lehetett szétlőni. De nem csak ennyi, kérlek, hadd osszam meg veletek a következő emlékemet, ami éle, amit életemben először éreztem akkor, gamerként is, azóta sem tudom olyan szinten átérezni azt az élményt, amit a Crysis adott, és lehet, hogy sokan lesztek velem így, hogy éreztetek egy hasonló élményt. Uh, és és egy, egy részem ezért gamer még mindig, egy részem ezért akar játszani még mindig a játékokkal, mert benne van a játékokban ez az érzés, és nekem a crisis volt az első, ami képes volt elhozni um, ezt az érzést. És pedig az volt, hogy sétálok két küldetés között, és jön a naplementem, és elértem már lassan az enemi bázishoz, belopakodtam az enemi bázisba, és, és a, a, miközben sétáltam a játék fele a naplementét nézve, egyszerűen a játék, leírni is nehéz, de beszippantott magába. És, és teljes mértékben átéreztem a naplementét, mintha a hőt, mintha ott lettem volna, és sütött volna az a, az a, naplemente melege, a nyári naplemente melege engem a játékba, és amikor elkezdődött a harc a bázison, még mindig éreztem, hogy hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen gyönyörű szigeten harcok egy a, a teljes környezet körbe ölelt a harc közben, és éreztem minden, pillanatát, a környezetnek a mozgását, a napot, ahogy csillognak mindenen, és, és, és miközben láthatatlan voltam, és kerestek ugye az eneméként, azon gondolkodom, hogy Uram még sose éreztem játékokba, hogy ennyire beleolvadjak egy játékba, és élvezzem a, a gameplayét ennyire játéknak. Ez tudta elhozni a Crysis az új generációs grafikai motorjával, amit, amit, amit csináltak. Ugye a Cry Engine a Far cry a Cry, a cry engine Cry 2 a Far cry a Cry engine lett. Akkoriban a Far Cry volt talán a legszebb játék, amíg ki nem jött a Crysis. És a Far Cry már egy úttörő motor volt. Szóval az az élmény, amit nyújtott, semmilyen akkori játék nem volt képes ilyesmit nyújtani, és azóta sem éreztem ilyesmit uh, egy játékokban, vagy hogy ennyire durván átjön egy élmény, mint ha belettem volna el, uh, semmi. <laughs> Annyira átjött a, az érzés, pedig nem voltam belő, belőle. <laughs> Ilyet ritkán lehetett érezni uh, játékoknál, szóval ja, elég elég húzós volt. És nem csak ez, amit uh, hozott a Crysis számomra az asztalra, és, és ez is egy olyan dolog, amit gamerként elveszítettem az évek során, és sosem kaptam vissza azóta, sosem fog visszajönni valószínűleg azóta. Akkoriban nem voltam nagyon ügyes, um, FPS-ek terén, vagy játékok terén, értitek? Hát, midiókra voltam, az ember tanult, fejlődött, tapasztalt, és, és két a Crysis, és teljes mértékben új volt ezzel a nanoszúttal, az, hogy különböző képességei vannak, hogy forgatnod kell, taktikáznod kell. A sandbox élmény számomra akkoriban viszonylag újnak számított, főleg egy súterben a linearitás akkoriban nagyon durva volt a súterekben, és a Crysis kijött a sandbox élményével, aztán így, ö, mi, mit kell itt csinálni, miért nincs egy útvonal, én nem arra kell menni, mi az, hogy le kell térjek az útvonalon, ne lássanak meg a zenemét, értitek, amit mondok? És, és utána is akartam a fejem, hogy ez a játék nehéz nem volt nehéz, értitek, valójában nem volt nehéz, most olyan könnyedén végigmennék rajta. De akkor, mivel, hogy még kezdőcske, gémerecske, tudjátok, vagyis és nem voltam már annyira kezdő, csak hát úgy, úgy még nem volt annyira tapasztalt, oké, okay, hogy így mondjam és a játék nehézségi kihívás nyújtott, és, és emlékszem a változatosságra, a, ahogy játszanom kellett a lopakodás, a váltás a, a nanoszútban, a váltás a lopakodás, sebesség és erő között, a fegyver használat, stb. kigondoltam. <laughs> Volt olyan, hogy két-három percig ültem, és terveztem, hogy hogyan fogom bevenni azt a bázist azon a részen, úgyhogy ne legyen akkor a káosz belőle, mert hogy a mesterség és intelligencia a CryEngine-ben egyedül egyedülálló volt. Akkoriban egyedülálló volt. Ha bujkáltál, az enemi bujkált, ha rányomultál, az enemi rányomult, és ha észrevettek, erősítést hívtak, és akkor clusterfuck lett a vége, úgyhogy lopakodtál, mint a hülye, kinyírtál, ideugráltál, odaugráltál, és, és amikor háborúztál frankont be mindent, na, akkor aztán akkora káosz volt az egészen, és nagyon... Um, kívül a dobozon kellett gondolkodj, outside the box, nem tudom, van ilyen magyar megfelelője az outside the boxnak, uh, kellett gondolkodj, hogy, hogy egy sikeres és élvezetes csatát végig vigyél a Crysis-on. Azóta, a, a, amióta a Crysis ezt megtanította nekem a játékokban, azóta sose éreztem azt, a, azt az élményt, azt a nehézségi fokozatot, azt a, a, hogy is mondjam, nehéz leírni, és hogy azt a skillt, amit a CRISIS, meg a CRISIS, mint az első X-nőd, érted, amik bevezet a keményebb dolgokba, és az ad nekem olyan a CRISIS, egy teljesen új játék élményt tapasztaltam meg, és a jövőjét, ahova a gaming tarthat, és a kitartást mondhatni adott a játék a további, a jövő felé, hogy lát, hogy hova fejlődik a. a, a gamer világ, a játékvilág. Na, 10 percig arról pofáztam, hogy mitől nagyszerű a Crysis. Röviden megemlítve, és elismerve a munkáját a magyar programozóknak, akik megalkották a Crisis Warhead-et, egy nagyon nagyszerű játék lett. Ugye a Crytek Budapestnek a megalkotóról beszélünk, egy nagyon nagyszerű játék lett. Nagyon élveztem. Kiváló magyar szinkronnal nagyon-nagyon jó hangot választottak Psychonak, és, és az egész játék egy nagyon jó öm, változata lett a crysis -nak. szóval ezután is köszönöm nekik, és, és nagyon meglepődtem akkoriban, amikor ugye megtudtam, hogy ez Budapesten készült, és nagyon-nagyon jó esett egy full magyar szinkronos öm, játékkal játszani, azzal a szóhasználat, amit lenyomta, egyszerűen nagyon furcsa volt, magyar szinkronú játékot játszani, érteni mindent benne. Uh, ja, vagy ezután is köszönöm azoknak, akik megalkották ezt a játékot, mert nagyon-nagyon jó lett, és nagyon élveztem az egész kampányt végig. Crisis 2, Crisis 3 már egy újfajta um, vonalat mutatott be a, Cry, a, a, a Crisis hogy is mondjam, megközel, gameplay megközelítésében, és nem fogadott túl jó nem volt túl jó a fogadtatása egyiknek se. Azért, mert annyira über op volt a grafikai motor, kénytelenek voltak lebutítani a gameplay és egy ilyen, hogy is mondjam, level design csináltak, ahol van némi linearitás, aztán ahol a csata van, ott megalkottak egy kisebb arénaszerűséget, és úgy. És ez volt a Crisis 2 és 3-nak az alapkoncepciója. Senkinek nem tetszett, mint az embereknek nem feltétlenül tetszett, ez a változtatás. A sztori és a történet rendben volt. De ez a változtatás, az, hogy például a később a Crysis 2 ki kellett adjanak egy grafikai update-et, amit csak azok töltöttek le, elég OP gépe volt mind ahhoz, hogy ezeket elfutassa, de a Crisis 1-hez képest például a Crisis 2 engine mindenki úgy érzékelt, hogy le van butítva. Nem volt lebutítva, sőt, rá volt upgrade-elve sokkal szebb és gyönyörű lett, főleg a Crysis 3, uram Isten. És az upgrade pakkal, amit le lehetett tölteni a Crysis 2-höz, az a még durvább lett az egész játék. Szóval, de, és nagyon-nagyon megerőltető volt, attól függetlenül még a gépem számára, és akkoriban Crysis 2 korában még egy GTS 250-et futtattam, nem a GTS 250-et, szóval, és az is erőlködött vele. úgyhogy, ja. Na, viszont a Crysis 3 például már az, az IE számára, ami IE volt a kiadó, ugye, a Cryteknak, az már egy igen nagy bukás lehet. 205 darabot adtak el egy 66 milliós ját, 6 millió dollárból készült játékból, és, és elbukott. Ugyanazon dolgok miatt, tehát az emberek lehúzták a, a sztoriát a Crysisnak pedig szerintem jó volt, és egy, egy jó befejezés volt, nem bántam, hogy olyan befejezése volt, amilyen befejezése volt a történetnek, nekem nagyon rendben volt, grafikailag is vizuálisan gyönyörű volt, a pálya level design, amúgy is shooterekhez voltam szokva, nekem semmi bajom nem volt a pálya level design és az emberek leg legtöbb ilyenek az ott a problémája, hogy lineáris, lineáris, és megint ez a lineáris és aréna váltakozása volt benne, nagyon sok volt benne a cinematik rész, és ezeket nem szerették az emberek, de szerintem gyönyörű volt, jó volt, és nagyon élveztem a gameplayt, egy könnyed szórakozás volt, a Crysis egyhez képest természetesen Végképp könnyebb szórakozás volt és lebutítása a játéknak, ez tény, viszont nem bántam, hogy az lett, ami lett végül a Crysis annak érdekében annak érdekében csinálták ezeket a butításokat a, a gameplayben, hogy ilyen lineáris majd egy aréna, hogy az a szaros Xbox és PS el tudja futtatni ezt a játékot. Mert hogy ugye, hogy növeljék az eladásokat, valahogy el kellett futtatni ezeket a játékokat azokon a, a, a gépeken is, és akkoriban mondhatni, hogy az Xbox és a PS4 még jobban el voltak maradva, vagyis a PS, nem a PS4 volt, nem tudom, amelyik PS volt, három akkoriban um, nagyon el voltak maradva a PC-ktől akkoriban, sokkal jobban, mint most. úgyhogy, ja, sokkal, sokkal, jobban kellett a készítők lebutítsák a játékokat, hogyha a konzolokról volt szó, mint manapság. És annak kell, és a multiplayer is érdemes egy, egy pár szólni. Na most a Crisis Wars az egy ilyen nyitott Battlefield élményt nyújtó multiplayer volt, amit mindenki nagyon-nagyon pozitívan fogadott és nagyon tetszett mindenkinek. Tankok, repülők, csata, minden meg volt, ami kellett. Szerintem egy nagyon élvezetes multiplayer volt, és, és, hát hozta azt a Battlefield-szerű élményt, amit hozhatott akkoriban, ha volt elég erős géped ahhoz, hogy elfuttasd ezt a geci kurva játékot. Na most a Crisis 2 és 3 multiplayerre valami olyasmi volt, amire az emberek nem voltak felkészülve. És ezért nem kapott túl pozitív fogadtatást. Tehát különböző kifogások voltak ö, vele kapcsolatban, de ez egyik sem a valós kifogást, ahogy is mondjam, elemezte. A Crysis 2 és 3 multiplayerének a legnagy, a multiplayer sikeres elterjedésében a legnagyobb probléma a nanoszút volt. A Nanosuit akadályozta meg a crysis a sikerét. A hardcore, izzadság szagú multiplayer volt, gyerekek. Tehát nem nem hülyéknek készült, nem amatőröknek készült, és a játékosoknak a 90% a casual gamer, csak feljön játszani, szeretné, egy kicsit az ember, aztán elmegy chillingelni, értitek? Kikapcsolni szeretne az ember, de mindenki élvezte a crysis a single player és ezért belevetették magukat a multiplayerbe, de nem casual készült az egy hardcore izzadság szagú multiplayer volt. A nanoszút kombinációi, a fegyverektől kezdve a visszarúgás kontroll, amit azokon a fegyvereken le kellett nyomni, főleg a Crysis 3-ba, az a, az, az a kontroll, ahogy kontrollálni kellett a fegyvereket, az nem casual játékosoknak készült. A, a, a ruha használatot minél jobban megtanultad használni szituációkra, annál inkább próbi lettél, akkor ha minél inkább megtanultad a visszarúgást kezelni a fegyvereken, ami egyszerűen elképesztő volt, annál ügyesebb játékos lettél a Crysis, nem nuboknak részült. Na most emellé, ha volt egy olyan képet, ami nem volt képes minimum stabil 60 FPS-el elfuttatni a játékot, akkor természetesen el És és ez történt a Crysis 2 és 3-mal az emberek azért hullottak ki, mert a multiplayer nehéz volt, vagy azért, mert nem volt elég jó gépük hozzá hogy elfutassa, hogy, hogy azt a sebességet le tud követni. Tudom, mind a kettővel játszottam, és úgy is játszottam, hogy ugye értem, mind a három Crysis multiplayer rel játszottam, és úgy is játszottam velük, hogy, hogy kevés FPS-en volt, és úgy is játszottam velük, hogy magas FPS-en volt. Amikor kevés fps fps volt, akkor az volt a baj, hogy amikor magas EP sem volt, az volt a baj, hogy úristen, hogyan tanuljak meg lőni. Ha nem hiszitek, nézzétek meg, írjátok be Necrocream Crisis 2 multiplayer az első videóim között van. Talán a második, amit elkezdtem videózni. Talán a második. Ja, Crisis 2 multiplayer. Ős régi a videó, ahol azt se tudtam, mi az, hogy videózás, de én meg akartam mutatni, hogy fut a van a Crysis 2. Érted, amit e, Ős régen történt. És Crysis 3 multiplayer tippeket is adtam, e, akkori van. Mert hogy kérték az emberek, és alig volt FPS-em. Aztán később vettem egy jobb képet és lett FPS-em. És akkor is elkezdtem beszélni, emlékszem ezekre a videókra. Nagyon e, jó volt játszani, én élveztem de nem voltak könnyű multiplayerek, szóval kell e nekünk uh, egy Crisis Remastered? Szerintem nem, nem Crisis Remastered kell, uh, már nem tud újat hozni az asztalra a Crisis Remastered. Akkor új volt, mindenben új volt, mindenben első és a legjobb volt, most már csak egy a sok közül játék lesz, nem szabad remastered hozni. El fog bukni, olyan, mintha a Cryteknek, Crytek csak pénzt akarna csinálni valamiből, és a hardcore fanok meg fogják venni, mintha meg kéne boostolni egy kicsit a Hunt Showdown-t, mert hogy fogynak ki a játékosok, vagy a játékból, vagy, vagy nem tudom, mi történik a Cryteknél. Egy elég hányatatott sorsú cég volt, világszerte be kellett zárni a stúdiójukat, perelték őket, nem volt pénzük, csődbe mentek, aztán végre most arra kimásztak valamilyen szinten a bajból, a hansódánnal, ami amúgy azt mondják, hogy egy nagyon jó játék lett, magam nem próbáltam még, és mindenki élvezi azt a játékot, kiváló lett, és nagyon is kijön a Hunt Showdownban, mert annyi videót megnéztem róla, hogy mi Ilyen nagyszerű és kiváló a, a Cry Engine már a 5.6-nál járnak talán, és a következő crysis ugye a Raytracing-el fog reklámozni, hogy jó jön a Raytracing, de a Raytracing most már mindegy, mert, mert ne, újat nem hoz. A CryEngine attól szebb nem lesz, mint ami volt. Raytracing ide-oda. vagy oda. A Raytracing az csak egy paraszt vakítás egy bizonyos szempontból, mert, mert az emberek csak csak szép lesz tőle a játék, és valós időben képes a videókártyád renderelni fényeket és árnyékokat, ami könnyebbé teszi a programozók számára a programozást, mert nem kell minden külön kis árnyékot megprogramozni, de nem feltétlenül teszi gyönyörűbbé azt az adott játékot, mert az, hogy a gyönyörűséget megadja az adott játéknak, az a játék egyéb grafikai tárgyaim ön benne van abban a játékba is, annak is szépnek kell lenni, maga a ray tracing önmagában nem sokat tesz egy játékért. Értitek? Ha az az adott object, az, az adott tárgy megprogramozva is szép, akkor a ray -tracing erre rá tud segíteni, de alapvetően csak könnyítés a programozóknak a ray -tracing. Mert nem kell minden egyes tetves árnyéknak a mozgását külön megprogramozni, mert ez volt eddig. Értitek? Tehát ez volt eddig külön minden egyes árnyékot, a mozgás, mindent meg kellett programozni, hogy így mozogjon, úgy mozogjon, így álljon, ha ez történik, úgy álljon a fény, ha ez történik, úgy álljon az árnyék. Értitek, ami mondok? És most egy cry... A, 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 a Crisis a Remastered re ray a mostani gamereknek semmit sem jelent. Nekem, mint idősebb, hogy tudva, hogy honnan hova fejlődött uh, a játék, a géberipar, azt mondom, hogy wow, igen, egy nagy lépés, de még én sem fogok rajta hanyat vágódni. Uh, az tény, ami tény, hogy még most is, hogyha kri kijön a Crysis a, a sandbox élményével, amit akkoriban nyújtani tudott, az még mindig egyedülálló lesz a mostani játékpiacon, mert jelen pillanatban nem fogsz találni egy olyan játékot, ami a shooterek között ezt az élményt meg fogja tudni adni, úgyhogy már csak azért is érdemes lesz kiátszani. De én egy új krázis sorozatot szeretnék látni, egy új történetet, egy új vonat vagy esetleg a folytatást, ahonnan megtudhatjuk, hogy mi történt Profettel. A végén a Crisis 3-nak megtalálta valaki, újra megtámadták, felélet újra, a világ valami baj történik, hogy hogy beleépült a nanoszút a testébe, hogy, hogy ő maga már a nanoszút. Értitek, amit mondok? Lehet, so, hogy előttem itt a poént. Um, ezekre lennék kíváncsi, nem egy remasterre. Nem azért fogok játszani remasterdel, de, de Beach please, lehet, hogy csak megint benchmarknak fogom használni, hogy, hogy, hogy vezek egy új grafikai kártyát. Értitek már, hogy, mert, hogy annyira OP lesz a játék a következő rendszerekben, de ezt szeretném látni az új crisis ban az, hogy a gépem sírjon tőle, és hogy azon tudjam tesztelni majd az új videókártyát, amit venni akarok, vagy esetleg az új gépet, és egy új játékélményt, egy új uh, történettel. Most már annyit fejlődött a gamer, hogy a PC-k, az erősségük, a technológia, annyit fejlődött már, hogy, hogy uh, azt a sandbox élményt, amit anno a Cryzit nyújtott, el tudja uh, futtatni bármelyik gép. Hát... Uh, Meglátjuk. Én nem feltétlenül örülök a remasternek, örülök is, meg nem is, de de nem feltétlenül egy remasterrel szeretnék játszani. Én egy új krázis szeretnék, egy új történetet. És um, hát kívánok a kráziaknak sok sikert. Egy olyan stúdiómit úgy érzem, hogy. A CryEngine kifejlesztése miatt megérdemlik azt, hogy a játékpiacon nevük és helyük legyen. Uh, amúgy nagyon sok játék vásárolta meg ezt az engine-t és futtatja uh, mai napig a játékét ezen az enginen. -en. Uh, Star Citizen például, az a, az enginejük, az a CryEngine uh, gyakorlatilag no, abból is volt egy per, amúgy a Crytek beperelte őket, hogy lopták az engine mert hogy gyakorlatilag, hát elméletek az történt, hogy így némileg a Star Citizen lenyúlta a Cryteknek a Cry illetve alapjait annak a motornak, azt hát mit gondoltuk, miért olyan szép az a játék, ugyebár na, és ö, mindenképp megérdemelnék, hogy újra kitörjenek a semmiből, mert olyan standardet fektettek le a játékiparnak, amit azóta sem tud senki megcsinálni, és a Crytek, ha valaki a Crytek és a CryEngine meg tudná mutatni a, a játékkészítőknek azt, hogy, hogy ez az a standard, amit elvárunk egy játékokban. Ez az, a Crysis és a CryEngine az a standard, amit elvárunk a játékoknál, és ahogy a játékoknak ezen túl ki kellene néznie. A másik egy jó lépés lenne, hogyha a CryEngine-t ingyenesen tennék, mint az Unreal Engine, mert a CryEngine úgy gondolom, hogy bármilyen szinten veri az Unreal Engine-t. Az Unreal Engine nagyon szép, nagyon gyönyörű, nagyon könnyű használni. A CryEngine kicsit bonyolultabb, annó emlékszem, abba is belementem, hogy hogy kell a CryEngine-ben programozni, és, és, nem, nem egyszerű, akkoriban még tanultam, um, ilyesmit, és ugye és elkezdett érdeklődni, elkezdtem érdeklődni, kicsit belementem a CryEngine programozni, mert benne volt a Third Crisis-ban, ott volt a CryEngine, és lehetett programozni, tehát um, uh, és, és szórakoztak. Tehát tele van videókkal, ami is a YouTube. Aztán próbáltam volna összerakni egy kisebb olyan játékot, és meg kellett programozni a mesterséges intelligenciának a mozgását, és nem volt egyszerű. Tehát bele kell írni programkódba sokkal jobban, mint az Arin Engine programkódjába, ahol, ahol, már automatikusan történnek meg egyes dolgok, az elemi automatikusan mozog feléd, vagy támad, és a többi. Ez benne az Arin Engine-ben, még a crysis ban nem, ott meg kellett programozni az útvonalat, ezért is. Volt nagyszerű a mesterséges intelligencia a mert gondolom individuálisan meg voltak programozva arra, hogy milyen cselekményeik legyenek bizonyos ö, ö, játékos lépésekre. Tehát te valamit léptél, az enemi erre valamit lépett, és ez meg volt programozva de ha ingyenessé tennék például ugye a Cry, Cry engine t akkor, akkor még nagyobb népszerűségre lelne ez, ez a, motor, és úgy gondolom, hogy most már még jobban optimalizált, szóval nem nagyon palaszkodnak a játékok a hunt hogy ő kevés az FPS-en, de majd meglátjuk, hogyha kijön a Remastered Crisis gyerekek. De most már többet nem beszélünk, hashtag macska ha el a videó végére, ha élvezted, akkor dobj egy lájkot, és odd meg azzal az emberrel, akire úgy gondolod, hogy imád a Akkoriban írd le a kommentbe, hogy számodra mit nyújtott a Crysis, mi volt az az élmény, és mitől szeretted meg, vagy utáltad meg éppen ezt a játékot. Osszátok meg velem az emlékeiteket, kérlek. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!